just bought up loads and loads of companies that were nominally going bankrupt in 1982. Sziasztok mindenki! Szerintem jó hír van. Szerintem Trump nem megy börtönbe. Szerintem Trump megverte őket. Még egyszer. Még egyszer. Hát próbálták mondani, hogy egy orosz kém. Akkor kétszer próbálták őtet kiszedni, mint president. Emlékszel? Impeachment, úgy hívták angolul. Az sem működött. Akkor nem is tudom, mit csináltak most. Akkor mondták, hogy a január 6 lázadó ő csinálta, és már láttuk a filmeket, hogy nem ő csinálta, hanem ez egy színészkedés volt a demokrata partnak. A rendőrök beengedték a lázadókat, mutatták a ajtót, adtak nekik egy túr a Fehérházról, és minden, az sem működött. Akkor most átküldtek, emlékszel, a FBI átment a Melániának a házához, a Trumpnak a házához, és bementek a Melániának a szekrénybe, átnézték a bugyját és mindent, semmiért. Mindent próbálnak, és a legújabb, hogy be akarják tenni a Trumpot börtönbe, mert 7 év ezelőtt fizetett egy pornosztárnak a 150 ezer dollárt. De igazából nem ő fizette, hanem a ügyvédje Michael Cohen adott 150 ezer dollárt, állítólag ennek a Stormy Daniels, a pornosztár, és állítólag a Trump visszafizette, és ez volt az ügy. 7 év ezelőtt. Ha akarod tudni, a Trump fizette ezt a pornosztárt, hogy aludjon bele. Azért fizette a pornosztárt, hogy fogja be a száját, és ne beszéljen róla. És ez teljesen jogos, nem tilos, ezt szabad csinálni. De ez a pornosztár elvette a 150 ezer dollárt, betette a zsebébe, és mégis nem csak beszélt róla mindenhol, ment a Saturday Night Live-on, TV-be, mindenhol beszélt. De még be is perelte a Trumpot, és vesztett. Szóval azt is vesztették. De szerintem Trump még egyszer megverte most, és ezt mind kellett előmondani, hogy emberek értik. Ez nagyon bonyolult. Ez az egész egy hülyeség, és egy misor, és én szerintem tudták, hogy nem fogják betenni Trumpot börtönbe. Ez azért, hogy ne figyeljél a igazi hírekre, ami jön, és csak nézed a Trumpot, de ne nézz, hogy mi történik a hátad mögött, mert arról is fogok beszélni. De most hogy verte meg a Trump? Szóval, ez a Michael Cohen, ez volt a Trumpnak a ügyvédje, és hátba szúrta a Trumpot, és ment át a bal oldalon. Csak az a baj, hogy egy hazudos ember 6-szor hazudott a parlamentben, megfogták, hogy hazudott 6-szor, ez a sztár tanuljuk a baloldalnak, és még börtönbe is ment, mert hazudott 6-szor, a sztár tanú. Ez a ügyésznek a ügye. Egy hazudós a ügyvédnek a szavaja Trump ellen. Ez. De kicsit boldog vagyok, Trump talált egy levelet. Trump talált egy levelet, gyerekek. A levelet, tudod ki írta? Michael Cohen, a volt Trump ügyvédje. És azt írja rajta 7 év ezelőtt a Michael Cohen, hogy ősz, hogy ez a 150 ezer dollár én tőlem jön, én fizetem, és Trump nem is tudja, hogy miről van szó, vagy miért fizeti a 150 ezer dollárt, én csak fogom mondani neki, hogy fizessen. A Trump nem tud semmiről. Ezt ő írta ki, a sztár tanú. Szerintem vége. Szerintem Trump nem fog menni börtönbe, és a baloldal most meghűl. Még egyszer nem tudtuk börtönben tenni. Még egyszer, ez az álmuk. Orgazmut kapnak. Csak Trump, a Trump az benne van a fejükbe. Meghűlnek a Trumptól, nem tudják elengedni. És mai napig is utálják a Trumpot, nem is tudják miért. De Trump
A Trump még egyszer megverte. Ez fantasztikus, és szerintem nagy, még híresebb lesz, mint volt. Hát még egyszer megúszta. Megverte a mindenkit. A FBI-t, a CIA-t, a Biden-t, a Obama-t, a Clinton-okét, mindenkit megver. Ha ez nem jelenti, hogy valaki egy jó prezident tud lenni, akkor bocsánat, nem tudom mi. Hát mondták, hogy nem tud nyerni és megverni a Hillary Clinton. Minden volt ellene. És mégis valahogy megnyerte. Ez mutassa, hogy ez egy okos ember. Mert mikor mindenki ellened van, a média, FBI, a CIA, mindenki. Hát, és mégis megnyered, és akkor próbálnak a családot börtönbe tenni, tégedet börtönbe, és mindig csak nem adja föl, minek kellett ez egy milliárdos, neki minek kellett ez a munka, minek? De mégis küzd, annyira imádom ezt, nem baj, hogy nekem hogy néz ki, vagy hogy beszél. Tudod, mit szeretek tőle? Küzd, mint senki, amit láttam a életembe. Küzd, tanuljál tőle. De szeretem. De beszéljünk róla, hogy mit nem néztünk, mikor mondták, hogy a Trumpot tesznek börtönbe. Nem beszéltünk túl sokat, hogy a bankok a világon zárnak, most azt hiszem a Deutsche Bank is lezár. Nem beszélünk róla, hogy a petrodollár az el fog tűnni. És nem beszélünk róla, hogy a Biden, a kínaiak lefizették a Biden-t legalább 11-szer. És egyről tudunk, hogy 3 millió dollár kapott. 11-szer le volt fizetve. Ez tény. Le volt fizetve. A Biden egy kínai rabszolga. És a vége, amit nem néztük ezen a héten, hogy Ukrajna nagyon veszti a háborút. De nagyon. Gyerekek, bármit mondasz a Trumpról, bal oldal vagy jobb oldal, ez az ember ezt tud harcolni. Mind a két oldal tudja ezt. Ennek. Az embernek. Van egy kemény szíve. Egy oroszlány.